Halál közeli élmények A halál közeli élmények témája széles körben vitatott, népszerű kérdés. Semmi kétség afelől, hogy ezek az élmények nagyon is valósak mindazok számára, akik a klinikai halál állapotából visszatérve beszámoltak róluk. Az viszont már vitatárgya, hogy ezek az élmények valóban az odaát tett látogatás valódi emlékei, vagy csak a haldokló oxigénhiányban szenvedő agy teremti őket. Persze, ha felismerjük, hogy az agy nem képes a gondolat alkotásra, akkor ezek az élmények is egészen más elbírálás alá kerülnek. Ugyanakkor talán fény derül egy másik, mindeddig megválaszolatlan kérdésre is. Mi módon képes valaki, akit az orvostudomány kritériumai szerint klinikai halottnak nyilvánítottak, utólag beszámolni olyan eseményekről, amelyek a klinikai halál idején a szobában és bizonyos esetekben a szobán kívül játszottak le. Ha összehasonlítjuk ezt a jelenséget a távolbalátás képességével, amit a két fizikus Harold Puthoff és Russell Targ tanulmányozott, vagy Edgar Case azon képességével, hogy a beteg távollétében pontos diagnózist állítson fel, ugyanarra a következtetésre jutunk. A tudat működése nem korlátozódik az anyagból álló agyra, és a jelek szerint független annak állapotától is. Ez szigorúan az anyagi világra korlátozott evolúciós elméletek alapján nehéz elismerni, hiszen jóformán minden életről alkotott materialista elképzelést megingat. Tény viszont, hogy a klinikai halált átélt ember beszámolói néha olyan részletekre is kiterjednek, amikről az illető testének fekvő helyzetéből még teljes tudatossága mellett sem szerezhetett volna tudomást. Egyesek beszámoltak például a padló mintájáról a teremben, ahová az eszméletét vesztett testet betolták. Mások olyan eseményeket is leírtak, amik az adott időben a folyosón vagy a klinika épületén kívül történtek. Az orvostudomány több ezer pontosan dokumentált esetet tart számon, ahol a beszámoló kezdeti szakaszának fizikai úton ellenőrizhető része bizonyított. Mindennek ellenére úgy tűnik, szinte képtelenek vagyunk elfogadni egy jelenség létezését mindaddig, amíg nem találjuk meg a logikailag is felfogható magyarázatot, vagy magunk is át nem éljük. A halál közeli élmények egyik lelkes kutatója, Raymond A. Moody. Elme és ideggyógyászati szakképzettséggel rendelkező orvos. Féretéve az előítéleteket és a nevetségessé válás veszélyét, több mint ezer olyan ember élménybeszámolóját gyűjtötte össze, akik kórházban vagy balesetben rendkívül közel kerültek a halálhoz. Az élménybeszámoló különböző társadalmi rétegekhez tartozó, különböző vallású egyénektől származnak, ezért első látásra rendkívülinek és meglepőnek tűnik, hogy ezek a beszámolók mennyire hasonlítanak egymáshoz. Ha viszont az eseményeket a magasabb szférák ismeretében vizsgáljuk, a hasonlóság nem meglepő, hanem természetes. Az alábbiakban néhány részletet, pontosabban egyéni beszámolót szeretnék idézni dr. Raymond A. Moody élet a halál után című könyvéből. Egy asszony így emlékszik vissza. Kábé egy éve szívbántalmakkal kórházba kerültem. Másnap a kórházi ágyon fekvő a melkasomban nagyon heves fájdalmat kezdtem érezni. Megnyomtam az ágyon mellett lévő csengő gombját, hogy segítségül hívjam a nővéreket. Nagyon kényelmetlenül feküdtem a hátamon, ezért megfordultam, és közben megállt a lélegzetem és a szívverésem. Abban a pillanatban hallottam, amint a nővér kiabált nem ver a szíve. Közben éreztem, hogy elhagyom a testemet. Az ágy és a matrac között csúsztam le. Úgy látszott, hogy a korláton keresztül a padlóra kerülök, majd lassan kezdtem felemelkedni. Közben egyre több nővért láttam bejönni a szobába. Vagy egy tucatnyian lehettek. Hívták az orvosomat, aki éppen kórházi vizitet tartott, és őt is láttam bejönni a szobába, csodálkoztam, hogy mit akar ő itt. Egyre feljebb kerültem a lámpához, a mennyezet alatt megálltam, és onnan felőről lebegve néztem őket. Papír darabnak éreztem magam, amit valaki felfújt a mennyezetre. Láttam, ahogyan érezgettek. Világosan és tisztán láttam a testemet feküdni az ágyon. Minnyáján körülálták. Hallottam, amint az egyik nővér azt mondta, ó Istenem, meghalt. Közben az egyik odahajolt, hogy szájon keresztül légzést adjon nekem. Láttam a fejét és rövidre vágott haját hátulról. Ezt a rálátást sohasem felejtem el. Aztán odagúrították a gépüket, és láttam, hogyan helyezik az elektródokat a mellemre. Amikor áramütést adtak, láttam, hogy a testem hogyan vonaglik, és hallottam minden csontom recsenését. Ez volt a legszörnyűbb. Amikor lent a karomat és a melkasomat ütögették, lábamat dörzsölték, azt gondoltam, miért fáradoznak fölöslegesen, hiszen most nagyon jól vagyok. A fenti beszámolóból kitűnik, hogy a szem és a fül funkcióit a klinikai halál állapotában lévő szeménél átveszik azoknak belső megfelelői, a belső látás és belső hallás. Ugyanez érvényes az egész testre. Dr. Múdia továbbiakban ezt írja. Tanúim többsége közli, hogy a fizikai testükből történő kiszabadulás után egy másik testbe kerültek, ami számukra új területet, új nehézséget jelentett. A halálban tapasztalt új test meghatározásánál a legnagyobb akadálya nyelv alkalmatlansága. Csak nem mindenki, aki erről a testről beszélt, elérkezett egy ponthoz, ahol megakadt és őszintén bevallotta, nem tudom meghatározni. Vagy ehhez hasonló kifejezést használt. Mindazonáltal a szóban forgó testről szóló nyilatkozatok megegyeznek. Bár a megkérdezettek különböző szavakat használtak és eltérő hasonlatokat mondtak, mégis a kifejezések ugyanazt a fogalmat jelölik. A különböző kifejezésekben az egyes nyilatkozatok alapján megegyeznek az új test tulajdonságai. Hogy milyen tulajdonságai vannak ennek a testnek, azt nagyon jól meghatározza két tanúm kijelentése ők szellemi testnek nevezték, ezentúl én is így fogom mondani. Az egyik beszámoló így hangzik. Amikor kiléptem anyagi testemből, úgy tűnt, mintha egy másik testbe kerültem volna. Nem azt éreztem, hogy a semmiben oldódok fel. A másik ugyancsak test volt, de nem szabályos emberi test, attól kissé különbözött. Alapjában véve nem volt azonos az emberi testtel, másrészt nem volt anyagi halmaz sem. Jó alakja volt, de színe nem. Pontosan emlékszem, hogy még mindig volt kezem. Nem tudom leírni. Akkor inkább a körülöttem lévő események bűvöltek el annyira, a fekvő testemet láttam, hogy valójában alig gondoltam arra, hogy milyen testbe kerültem. Mindez nagyon gyorsan történt, az idő nem számított, bár jelentősége mégis volt. Mihelyt megszabadul az ember a testétől, úgy látszik minden felgyorsul. Emlékszem, hogyan vittek be a műtőbe. A következő órák hozták a krízist. Ez idő alatt váltam el a testemtől, és tértem vissza abba. A fizikai testem fölött lévő pontról figyeltem mindent. Eközben is volt testem, de nem fizikai test volt, hanem valamilyen képződmény, talán erőtérnek lehetne nevezni. A szavakkal kellene leírni, azt mondanám, hogy az anyagi testel ellentétben átlátszó, szellemi létező volt. Ennek ellenére meg tudtam különböztetni az egyes részeket is. A beszámolók között található egyik érdekesség egy férfinak az esete, aki baleset következtében csak nem az egész lábát elvesztette, és így került a klinikai halál állapotába. Ezt ő is tudta, mert sérült testét, amit az orvos megvizsgált, bizonyos távolságból egészen világosan látta, mégis ezt mondta a testen kívüli állapotáról. Érezni tudtam a testemet. Sértetlen volt. Pontosan tudom. Olyan jól éreztem magam, mintha minden végtagon meg lett volna. Noha ez nem így volt. Egy ilyen eset megerősíteni látszik azt a logikai következtetést, miszerint a test halála, vagy a test bizonyos részeinek elvesztése nem befolyásolhatja azon összetevőinket, amik eredetileg egy magasabb szférához tartoznak. A halál tehát nem jelenti az élet végét. Eljuthatunk ehhez a következtetéshez logikai úton úgy, hogy mélyebbre hatolunk a fizika rejtéjeibe. De a végső és döntő bizonyíték az egyéni élmény. Ismét csak bennünk van.